Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Ez itt a Zóna című műsorunk. Mai vendégünk Szőlősi Ferenc Attila, akit most nem polgármesterként látok vendégül, hanem mint mesekönyvszerzőt. Szia Attila, köszönöm! Szia, köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a Williams Televízió nézőit is. Ugye a mesekönyve címe, ami tavaly jelent meg gyereknap környékén, az Idő Manó egy apa meséje. Hogy született maga a cím is? A meséről is egy picit, hiszen lehet, hogy én remélem, hogy nagyon soknak fölkeltjük az érdeklődését, én már azért néztem szülői reakciókat, és így magunk közt elárultam, hogy jók voltak. Tehát érzik azt, hogy ebben a könyvben benne vagy. Nem sok van ebben a könyvben, csak a lelkem, konkrétan. Így bevezetőként, és annyit elmondanék róla, hogy a meseszerű elemeket leszámítva, ami ebben le van írva, az szóról szóra megtörtént közöttem és az akkor 4 éves kisfiam között. Időmanó lett a könyv, időmanóként került a könyv kiadásra, az eredetileg elképzelt cím, amit én kitaláltam, Manó mese nem csak felnőtteknek. Ez lett volna, és ez azonnal meg is magyarázza, hogy ez tulajdonképpen egy tanítás, lehet ilyet mondani, tehát hangzik nagyképűnek, mert semmiképpen hiszen nem. A mesének ez az egyik lényeg. Igen. Ezt a mesét tulajdonképpen az a gondolat ébresztette, hogy olyan mai világban olyan nagyon egyszerűen vágjuk egymás szemébe, szeretlek, 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 mert hogy ugye felkapott dolog a szeretet, és sajnos egy kicsit hadd hasonlítsam, hogy a liberalizmushoz hasonlóan kezd elkopni, mert ugye a liberta az valamikor egy csodaszép szó volt, ugye a keletkezése idejében, a szeretet az meg örök, és én nagyon bízom benne, hogy állandóan az lesz. A szeretet legeklatánsabb bizonyítási formája az, hogy ha szeretlek, akkor én az én időmből, azaz életemből, abból a rövid kis életemből mennyit szánok őszintén neked úgy, hogy rád terelem az összes figyelmemet. És nem mi? Ez pontosan erről van szó. És ez a könyv erről szól. Tulajdonképpen nagyon megfogott a keletkezésének a körülménye. Ugye egy ilyen apás fürdés volt, fürdöttünk a kisfiammal a fürdőkádban, 4 éves lett volna, 4 nappal előtte fürdöttünk, és úgy beszélgettünk, úgy játszottunk legóval, vagy mit, nem ilyen kis bábúi voltak mindig, amit behozott a fürdőkádba, és kérdeztem tőle, hogy te Zétikém, mondd már meg, hogy mit szeretnél születésnapra, már elég nagy fiú vagy ahhoz, hogy ne kelljen találgatni, de próbálj meg valami olyat mondani, ami miatt nem elmegyünk a boltba, levesszük a polcról, nálad meg föltesszük a polcra, hanem úgy, amit úgy hirtelen eszedbe jut, amire úgy vágynál. És igazán megdöbbentő volt, mert ez a kis pici ember elgondolkodott. Én csak néztem, hogy mit fogtam meg rajta, ami ezt kiváltotta belőle, és azt mondja, hogy tudom már, apa, hogy mit szeretnék. Szeretnék egy minden titokzatos ládát rekesznyitó varázskulcsot. Hát ez milyen jól hangzik. Hát, sokan szeretnének. Nagyon szeretem a gyerekeket, és a gyerekeimet feltétlenül, de azért ugye elgondolkodtató az, hogy ugye nem kell nagy pszichológusnak lenni, hogyha gyerek valamit ki akar nyitni. Tehát tudjuk, pici kezével, amit ki akar nyitni, azt ki tud nyitni. Amit nem tud kinyitni, az bennünk van. A lelkünknek egy darabkája, amihez nem fér alá. És akkor ahogy ott nem fér hozzá, ahogy ott beszélgett, még egy pár szót beszélgettünk róla, és akkor egyszer csak így elkezdett dőlni belőle a mese. 3,5 órán keresztül ott ültünk a fürdőkádban, nyitottuk a csapot. Engedtük hozzá mindig a melegvizet. Nem, engedtük hozzá a melegvizet, és ott találtam ki. Érdekes, hogy sokkal hosszabb volt a mese, mint amit utólag le tudtam írni. Tehát úgy gondolod, hogy maga a mese, amikor élőben ugye a varázsában... Abszolút. Az... amikor benne volt az agyam, meg benne volt a lelkem, meg a pillanat varázsa, meg a gyerek álmélkodó szeme, meg ami ehhez így hozzájárult, sokkal hosszabb mesét, tehát hogy mondjam, inkább részletesebb mesét eredményezett, mint amit később... Nem akartam mesterkélt lenni benne, és ezért nem próbáltam meg az akkori érzéseket most utólag bepótolni. Most ebbe az van leírva, ami abból megmaradt mostanra.
akkor ez egy sokkal mélyebb, sokkal nagyobb. Igen. Egy leülepedett mondjuk, úgy kiforrott. És sokáig csend volt ebben a történetben, és ugye szóba került az, a családon belül többször, hogy én azt nagyon szerettem volna a 60. születésnapomra egy kisbabát. És hát ugye a 60. születésnapom tavaly előtt volt, és hát ugye a gyerekekkel, ahogy beszélgettünk, akkor azt mondja, megkérdezte tőlem a kisfiam, hogy apa, emlékszel a Manó mesére? Hát mondom, persze, hogy emlékszem. Miért nem írod le nekem? És én azt gondolom, hogy ennél szebb ajándék nem most, majd amikor 20 éves lesz, 30 éves, hogy ez neki íródott. Ez róla szól, ami kettőnk lelkéről szól, arról a kapocsról, ami... És amikor azt kérte tőled, hogy írd le, akkor mennyire volt ilyen erős, úgymond, ha ilyen angolosan fogalmaznék, shot, hogy ez így, hogy ez azt mondja a gyerek, hogy apa, ezt írd meg, hogy ez egyből tudtál neki válaszolni, hogy megírom film? Hogyne. Abszolút. És a furcsa ebben az egészben az, hogy minden embernek vannak gondolatai, minden ember mesél a gyereknek. Úgy gondolom, hogy a mesék java része az már megszokott, a régi, és amit nekünk is meséltek, azt próbáljuk meg továbbadni. Ebben talán éppen az egyedisége volt az, ami jó volt. És sokat gondolkodtam egyébként, megígértem a gyereknek természetesen, de sokat gondolkodtam azon, hogy lehetek-e akkora arc, hogy én nekülök és írok. Van valamennyi írói múltam, erről már beszélgettünk, verseket is írtam, meg is jelentek. Mégis én azt gondolom, hogy a meseírás egy nagyon nehéz műfaj. Egy rettenetesen nehéz műfaj, mert egy nyíló elmével kell megértetni dolgokat úgy, hogy a hozzátartozó élettapasztalat még hiányzik belőle. És talán félelemből adtam neki először azt a címet, hogy Manó mese nem csak felnőtteknek. Ez jó is. Nem akarom beléd folytani a szót, de hogy mégis miért változott meg, igen. Ez kizárólag a Skurkatica volt a könyvnek a kiadója, nagyon-nagyon kedves lány, és ugye neki ez foglalkozása, és igazából szerintem inkább ilyen piaci szempontból közelítette meg az idő, Manó figyelem felkeltőbb. Nem feltétlenül biztos, hogy Manó mese nem csak felnőtteknek, tehát praktikus okokból jelent meg. Az egy apa meséje nem lett volna mellette. Ez kiváltotta tulajdonképpen az én értékítéletem szerint azt, amit... Igen. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert akinek eddig odaadtam, és aki mondjuk méltatott arra, hogy mondott róla valamit, jót, rosszat. Nem, rosszat nem hallottam egyébként, ez nagyon érdekes. Talán azért, mert lehet, hogy lesz alkalmad elolvasni, véletlenül nem volt még. És annyit, hogy akkor csak addig még gondolkodsz, amit én ugye az internetes kutatásom alapján végeztem, én is azt tudom neked mondani, hogy mondhatnám azt, hogy akár tetszik, akár nem találtam negatívat, csak pozitívat. Tehát én úgy éreztem, amikor olvastam a recenziókat, hogy értik azt, hogy ez egy apa meséje. Igen, és ez egy érdekes dolog, mert tegnap kaptam egy nagyon érdekes kritikát. Egyszerűen voltam a Völér Fesztiválon. Gázsolti barátommal beszélgettünk, mondta, hogy adhatnék neki könyvet. Autóba volt, adtam neki, és aztán ott hirtelen a társaságban sokan kértek még. És akkor ott dedikálgattam a könyvet, és egy nagyon kedves barátomnak is adtam, aki ma egy teljesen mások miatt meglátogatott, és mondta, hogy hogy a kisfia, azt hiszem, 11 év körül lehet a kisfia, azt mondta, hogy ennek a bácsinak nem mesét, hanem verseket kéne írni. Ez egy érdekes, mert hogy a gyerek olvasta el, tehát nem apa olvasta fel neki, hanem a gyerek olvasta el, mert hogy ma már ugye, hogyha mondjuk ronda dolog azt mondani, hogy aluljáró irodalom, de azért tudjuk, hogy létezik ez a fogalom. A szépírás az ma már nem egy ilyen állandó gyakorlat, meg egybevett. Én igyekeztem, azt hiszem, hogy rendelkezem elég rendes szókincsel. Tehát ezt a könyvet én igyekeztem finomra írni, akkor inkább ezt mondom, finomra. Tehát, hogyha egy gyerek elolvassa, inkább kérdezze meg az apjától. Magyar szavakat használok,
de nem mindig az általános szóhasználatban. Kezdtem ment el kicsit a szóhasználat a bulvárosabb irányba, megpróbálta egyfajta érték, abszolút akár ami a magyar nyelvet tiszteli között. Abszolút, és tehát igyekeztem választékosan úgy megírni, hogyha a gyerek elolvassa, a meseszerű elemeken felül gyarapodjon a szókincse. Igen, és ez egy fontos dolog. Tehát valahogyan azt gondolom, hogy tanít is az a könyv. Igen, most jó is, hogy ezt mondod, hogy mi az, amiért ugye te, mint szerző, ajánlanád akár a szülőknek, hogy érdemes ezt a könyvet megvenni. Én kisarkítanám, én minden apának ajánlanám. Mert ugye 62 éves vagyok, tehát azt mondhatom, hogy megfelelő élettapasztalat van már mögöttem. Ebben felhívom a figyelmet azokra az intim pici percekre, amik az életben soha nem ismétlődnek meg. És ha megéljük, akkor megérezzük az értékét, ha kihagyjuk, soha nem tudjuk, hogy mit hagytunk ki. És ezért, tehát ez a mese elsősorban felnőtteknek íródott. Tehát, hogy egy kicsit álljunk meg és gondolkodjunk el akár néhány pillanatra. Így van. Hát igen, így nehéz akár megszólalni ezután, de arra kérlek, hogy akár egy hagyományként is, hogyha van kedve természetesen, a nézőktől egyfelől úgy köszönjük el, hogy remélem, hogy minél több családhoz eljut az időmanó egy apa meséje című meséskönyv, de arra kérlek, hogy ha már az a kisfiú azt kérte, hogy esetleg írj verset, akkor megtennéd nekünk itt a William Stevenson, hogy egy verset búcsúzol. Megteszem természetesen. A verseléssel érdekesen állok, tehát mint említettem, már jelentek meg verseim. Negatív emóciók váltják ki belőlem elsősorban ezt a versirány. Nem kényszeres, mert tényleg nem az. Nagyon kevés, úgymond vidám versem van, mert inkább egy kicsit ilyen lélekgyötrős állapotban keveredtem mindig a tollpapír közelébe. De van egy viszonylag, nem is visz, egy rövid, és szerintem egy vidám kis versem, és ezt akkor búcsúzásképpen örömmel elmondom. Ennek a versnek a címe a Kolibri. Nyomaszt az emberi szavak korlátja. Azt mondani, hogy szeretlek, ez olyan ostoba. Bárcsak őserdei madárka lehetnék, szivárványos tollköntöst magamra vehetnék, és minél több színben pompázna köntösöm, annál nagyobb lenne számodra az öröm. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, Szőlősi Ferenc Attilát láthatták, az apropó pedig az Időmadó egy apa meséje című könyv volt, amelyet a szerzővel tudtuk megbeszélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, önöknek köszönjük a figyelmüket, és mielőtt azért még elköszönnék, a fontos kötelezőkről ne feledkezzünk meg, a vonalas, hagyományos számunkat is hívhatják 0629352362, de írhatnak nekünk modernebb formába a williams@williams.hu e-mail címre, és adásainkat követhetik a sok-sok kábelhálózat mellett a williams.hu weboldalunkon, illetve vissza is nézhetik műsorunkat a YouTube csatornánkon. Ne feledjék, önök is a zónában vannak. A viszontlátásra!